No hát akkor Magyarország energetikai helyzetképe hogyan is áll össze ebben a globális és európai térben? Az energiafüggőségünk meghaladja a 62%-ot, a saját fosszilis energiakészletünk az korlátozott, földgázfelhasználásunk túlsúlyos, 82%-át importból szerezzük be, erőműparkunk előregedő stádiumban van, mert nem volt szükség az elmúlt években a hatékonyság növelésére. Megújuló energiahasznosításunk az mindössze 7-8% között mozog, épületeink energiafelhasználása pazarló, nincs energetikai szempontok szerint átgondolt és vezérelt közlekedés fejlesztési jövőképünk. Ez Magyarország jelenlegi helyzetképe. A kockázatok. Még egyszer szögezzük le, hogy a természeti, társadalmi és gazdasági egyensúly az megbomlott, a gazdasági növekedés profit maximalizálása nem teszi lehetővé a természeti és társadalmi erőforrások végleges, tehát elégséges mértékű megújulását, amely végleges szakadáshoz, társadalmi szakadáshoz vezethet. Veszített súlyából az energiaellátás közszolgáltatási jellege, amin változtatni kell. Az önkormányzati törvény 1995-ös módosításával a helyi közösségek kezéből az összes vonalas infrastruktúrát kivették, majd ennek az infrastruktúrának egy jelentős részét azzal a mozdulattal privatizálták, így a nemzeti befolyás mértéke is nemhogy a közösségi, még a kisközösségi, helyi közösségi, hanem a nemzeti befolyásolás lehetősége is korlátozottá vált. Amihez hozzátartozott az is, hogy a szabályozási környezetet nem igazították hozzá a megváltozott tulajdonosi szerkezethez. Mert ha a magántulajdon dominanciája növekszik, akkor erősíteni kell az állami közösségi szabályozásnak a szintjét. Hogyha nem lenne megfelelő szabályozás, akkor két hete tulajdonképpen egy gázszolgáltató korábbi ügyfelei már ellátás nélkül lennének. Tehát versenypiaci, tisztán versenypiaci körülmények nem biztosítják a fogyasztók biztonságos kiszolgálását. Ezért van szükség egyetemes szolgáltatásra, és ezért van szükség a megítélésünk szerint ezen belül hatósági árak kialakítására. Nem kell megijedni, nem kellett megijedni az árrendelet átalakításától sem, nem vettük el a mozgásterét, a piacon bent lévő szolgáltatók mozgásterét, még akkor sem, hogyha a jövedelmezőséget megfeleztük. Ezt jól bizonyítja a mostani árajánlattétel a kieső szolgáltató helyére beadott pályázatuk alapján, amelyek tekintetében tegnap az energiahivatal meghozta az előzetes döntését, és érdekes módon a pályázó versenytársak jelentős része a korábbi versenypiaci társuk által biztosított kedvezményeket, vagy még annál egy kicsivel nagyobb kedvezményt is megajánlottak. De ehhez egy regulált piacra, és azon belül egy egyetemes ellátás biztonságot is szavatoló piacra van szükség. Milyen kockázatok vannak még? A piac koncentráltsága magas, a liberalizált fogyasztói árak nem csökkentek olyan mértékben, mint ahogy kellett volna. Vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem. A villanyáron támogatások jelentős részben a kötelező átvételi rendszeren keresztül a befektető profitját növelték, még részben most is növelik. A távfűtés elveszítette versenyképességét, a korábbi forgalmi adó beavatkozások és számos beavatkozás sem tudta teljes mértékben ezt ellensúlyozni. A fogyasztóvédelem az szintén meggyengült, és elmélyült az energiaszegénység, amely indokolja azt, hogy bizonyos területeken egyetemes szolgáltatásban hatósági átképzés legyen. Tehát az elsődleges nemzeti érdek, úgy felmondjuk a leckét, Marci bátyám, a lakossági, intézményi és gazdasági fogyasztók biztonságos ellátása, a legkisebb költség elvének figyelembe vétele, a környezeti szempontok fokozott érvényesítése mellett, az unió energiapolitikájának magyar érdekű befolyásolása, és az ország súlyával és erőforrásaival arányos részvétel a globális problémák megoldásában. És erre kell odafigyelnie magának az európai közösségnek is. Mi elöljárhatunk jó példával, kell is,
innovációban is, vállalásokban is, de nem szakadhatunk el a globális realitásoktól. Tehát Európának azt is figyelembe kell vennie, hogyha kibocsátási céloknál 20%-ról 30%-ra kívánja a kötelezettséget megnövelni, a gazdasági versenytársa milyen mértékű kötelezettséget vállalnak. Mert ha egy távol-keleti ország két hét alatt akkora kibocsátással járul hozzá a globális összkibocsátáshoz, amely az egész Európai Unió kötelezettségvállalásának 10%-át, többlet 10%-át teszi ki, akkor nagyon komolyan végig kell gondolni azt, hogy hol van az a határ, amelyben mi példamutatók lehetünk. Európának ebben zászlóshajónak kell lennie, de végig kell gondolni, hogy hol vannak a reális határok, nehogy a végén olyan keretfeltételeket teremtsünk saját magunknak gazdasági szempontból, amely a ránk bízott európai lakosság számára képtelen lesz biztosítani az alapvető megélhetési feltételeket. Tehát óvatosság, körültekintés, jó példával való előjárás, főleg az innováció, a technológia fejlesztés területén. Szemlélet és irányváltásra van szükség, a vállalkozás szabadságát nem kérdőjelezzük meg, tiszteletben tartjuk, de a jelenleginél erősebb állami szerepvállalása van szükség, bár az elmúlt hónapokban már egy irányváltás bekövetkezett. Az Európai Unió által megfogalmazott elvárások teljesítését pedig a nemzeti érdekeink figyelembe vétele mellett kell megtervezni és végrehajtani. A szomszédos országokkal való együttműködés sokkal intenzívebb tétele mellett. Az intézményrendszer megerősítésére is szükség van, döntéshozói kompetencia létrehozására minisztériumi szinten. Említette Marci bátyám, hogy egy kicsit nyöszörgősen és csikorgósan indult ez a kormányzati ciklus, de november végére, egészen pontosan, hivatalosan december 4-ére Szentborbála napjára minden bizonnyal értékelték azt, hogy én egy bányászvárosból érkeztem erre a területre, tették oda a végső pontot, és jött létre az Egységes Klíma és Energiaügyi Államtitkárság a Fejlesztési Minisztériumon belül. Fontos a szabályozási hitelesség helyreállítása, átlátható és elszámoltatható iparági szabályozás megteremtésével. És nagyon fontos az energetikai információkhoz történő szabad hozzáférés biztosítása, még a döntéshozók számára is. A hazai energetikai képzés megtépázott tekintélyének helyreállítása is elengedhetetlen. Alapvető célok: az importfüggőség csökkentése energiatakarékossággal, energiahatékonysággal, reális módon a megújuló részarány növelésével, beszerzési útvonalak és beszerzési források diverzifikációjával. Állami szabályozószerep növelése, új alkukra van szükség, energiaszolgáltatókkal is, támogatások, extra profittá konvertálásának megakadályozása, kapcsolódó ipar tudatos fejlesztése, tehát hogyha komolyan gondoljuk, itt beszélgettünk a találkozó előtt, hogy a kapcsolódó ipar a hazai gépgyártás feltételeinek is a kialakítása, energiaszegénység csökkentése, fogyasztóvédelem szerepének növelése. Csak egy pillanat, egy rátekintés, hogy hogyan áll föl az új államtitkárság. Két helyettes államtitkársággal működünk, egy energetikáért felelős helyettes államtitkárral, Kovács Pál úrral, energiagazdálkodási, energiaszabályozási, atomenergia, stratégia és nemzetközi kapcsolatok főosztályával, még egy zöld gazdaságfejlesztésért és klímapolitikáért felelős helyettes államtitkársággal is dolgozunk, Olajos Péter államtitkár úr irányításával, ahol van egy zöld gazdaságfejlesztési és egy klímapolitikai főosztály. Következő időszak fő kormányzati feladatait nem fogom ismertetni részleteiben. Ezek az elmúlt hetek és a következő hetek, hónapok feladatai közé tartoznak. Energiastratégia, a megújuló cselekvési tervet azt elfogadtuk, a kormány jóváhagyta, Brüsszelnek megküldtük. Elkezdtünk dolgozni az új energiahatékonysági cselekvési terven, amelyet június 30-áig kell leadnunk.
nyakunkon az elnökség, ha a harmadik energiacsomag átültetésével kapcsolatos jogszabályt beterjesztettük, annak az általános vitáját karácsony előtt lefolytattuk, a kötelező átvétel rendszerének a felülvizsgálata egy nagyobb sebességre kapcsol, megújuló energiatörvény előkészítése kezdődött meg, energiastatisztikai rendszer megújítása. Azért mi gondolkodunk egy energiagazdálkodási kerettörvénynek a megalkotásában is, hogyha az energiastratégia elfogadásra kerül. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia megalkotása szintén a mi feladatunk, és a klímatörvénynek is az előkészítését nekünk kell elvégezni. Ezzel kapcsolatosan klímapolitikai tervek 2010-13, tehát látható, hogy itt is idén első fél évben uniós elnökség, helyreállítjuk az ország tekintélyét a kvótaértékesítés tekintetében, mert abból tudjuk finanszírozni a lakossági energiahatékonysági fejlesztéseket. Az unió dekarbonizációs útitervével összhangban kell megalkotnunk a saját 2050-ig tartó útitervünket, az éghajlatváltozási stratégiát felülvizsgáljuk, egy adaptációs programot készítünk, én ezt csak úgy hívom, hogy megmaradási program. Hát ha mi itt a Kárpát-medencében nemzeti keretek közepette szeretnénk megmaradni, akkor a létfeltételeinket is ennek megfelelően kell alakítani. Fenntartható fejlődési stratégia, amely alapstratégia és az egész ország fejlesztését utána ebből kell majd levezetni. Energiastratégia. Nincs benne nagy újság. Ellátásbiztonság, versenyképesség, fenntarthatóság. De szeretnénk, hogyha a gazdaság élénkítés is szempontként jelenne meg, hogy azokat a külső előírásokat, amelyek az energiagazdaság területén ránk is kötelezővé válnak, akár nemzetközi ENSZ rezsimek vagy az Európai Unióban vállalt kötelezettségekről van szó, azt mi lehetőségként használjuk ki, és a hazai gazdaságon belül munkahelyek is teremtődjenek, mert ha itt, ezen a területen nem tudunk lépni, akkor nagyon nehéz lesz azt a foglalkoztatási célszámot teljesíteni, amelyet a kormány maga számára meghatározott. És a vidékfejlesztésre, az oktatásra, foglalkoztatásra, környezet és természetvédelemre, a társadalmi és szociális szempontokra is horizontálisan figyelemmel kell lennie a stratégiának. Mi határozza meg? A szűkös erőforrás, az energiaszegénységben élő társadalom, amely szeretné azt, hogy biztonságos körülmények között elérhető áron kerüljön kiszolgálásra, a geopolitikai adottságaink, stratégiai célok, versenyképesség, fenntarthatóság, ellátásbiztonság, az eszközöket öt nagy csoportban foglaltuk össze, ezek között található az energiahatékonyság és takarékosság, a regionális infrastruktúra platform megteremtése, az atomenergetika kérdése, új kormányzati energetikai intézmény és eszközrendszer kialakítása, és a megújuló erőforrások térnyerésének elősegítése. Magyarország várható primér energiafogyasztását is meg kell vizsgálnunk, hogy a célokat a lehető legfontosabban tudjuk behatárolni. Láthatjuk azt, hogyha nem a legjobb és rendelkezésre álló leghatékonyabb technológia alapján tervezzük a jövőt, az ország jövőbeni primér energia igénye a jelenlegihez képest 22%-kal növekedne 2030-ig. Már 2020-ra is villamos energiából, nem ezt ábrázolja ez az ábra, de villamos energiából 10%-kal többre lesz szükségünk akkor, hogyha 10%-os energiahatékonyságot érünk el. Tehát vigyázat, 2020-ban Magyarországon a prognózisok szerint 10%-os energiahatékonyság mellett is 10%-kal több villamos energiára lesz szükség. Nagy vonalakban még egy olyan 5% körüli igény növekvés lesz 2030-ig, akkor, hogyha még 10%-ot el fogunk érni a hatékonyság növeléssel. Tehát azért nagyon-nagyon komoly kihívás előtt állunk. 2030-ra 1150 petajoule
prognózis, 2020-ra fogjuk elérni primér energiafogyasztásban a válság előtti szintet. Az Európai Unió hatékonyságjavító programjai csak 2020 után fejtik ki az igazi hatásukat. Energiahatékonysággal nem számoló prognózisunk, ugye az mintegy 22-23%-kal növelné meg ezt az energiaigényt, ezt nekünk meg kell ott spórolni. Magyarország primér energia mixe akkor hogyan alakulhat? A prognózis szerint a földgáz súlya primér, földgáz súlya némileg csökken, az olajé csökken, az atomenergiáé, hogyha a fejlesztések elindítása kerülnek 2030-ra jelentős mértékben megnövekszik, az import villamos energia mértéke a szinten van, és a megújuló energiában van egy jelentős növekmény. Most mondhatnák azt, hogy hol van a következő ábra 2032-re. Itt van a zsebemben, de ezt nem fogom föltenni. Ezt még a minisztériumban sem nagyon használjuk. Ahhoz azért komoly szakpolitikai vitákat kell lefolytatni, hogy amikor a Paks 1 kikerül a rendszerből, akkor mi fogja a prioritást élvezni, mely energia hordozó, primer energia hordozók jöhetnek be az első paksi kapacitás kiesését követően. Villamos energia mixről, ugye itt még jobban kidomborodik a lehetséges paksi fejlesztés hatása 2030-ra vonatkozóan. Hőenergia, földgáz, csökkenés, megújuló energia részesedés növelése ezen a területen várható igazán. Mondhatjuk azt, hogy itt egy áttörés várható a hő felhasználás területén a megújuló energiák javára. Közlekedés, az olaj alapú közlekedés 2020-25 környékétől kezdve radikálisan fog megváltozni. A villamos energia többletigény alapvetően itt fog jelentkezni, a közlekedés területén, itt. Tehát erre kell fölkészülni, és a bioüzemanyagok is valamelyes növekvő pályán lesznek, mind 2020-ig, mind 2030-ig. Ellátás biztonság alatt akkor mit is értünk? Kiegyensúlyozott forrásszerkezetet, annak az elérését, fenntartását, kedvező geopolitikai helyzet kihasználását, itt a tranzit szerepünket a földgázszállításban, kedvező geológiai és tározói adottságainkat, hogyha szeretnénk gázkereskedésben regionális elosztó központot fölvállalni, beszerzési forrás diverzifikáció, határkeresztező kapacitások fejlesztése, amelyek azért mennek, nem álltak le, újabbak vannak előkészítés alatt, a román-magyar vonalon megtörtént az átadás, a horvát-magyar vonatkozásban szintén, előkészítés alatt van a szlovákiai, illetve az osztrák határkeresztező kapacitás felbővítése is. A meglévőket kétirányúsítani kell, megerősített regionális együttműködésre van szükség, villamos energia határkeresztező kapacitások kiépítése is folyamatosan történik. Versenyképesség, fenntarthatóság. Egyidejűleg, rövid távra tervezve, nehezen teljesíthető. A versenyképesség rövid távú maximalizálása a források túlfogyasztásához, a környezet túlterheléséhez vezetett, ezért a versenyképesség fokozásának irányt kell szabni. Konvencionális technológiák alacsony karbon felhasználásra történő átállását kell segíteni, még földgáz, primér földgáz alapon is óriási lehetőségek vannak a hatékonyság növelésében. Életképes zöld innovációk ösztönzésére van szükség, szemléletformáló programok elindítására, az eddig együtt mozgó primer energiaigény és a GDP változás szétkapcsolására. Tehát nem csak a lakossági szektorban kell elérnünk energiahatékonyságot 2030-ra, mert abba belerokkanunk valamit, a gazdaság területén is kell teljesítenünk. Értelemszerűen a nagyon mozgástér az mégis az épületek vonatkozásában van, és ha nem oda összpontosítunk, azzal épp rövid és középtávon a saját gazdaságunk versenyképességét ássuk alá.
Szociális támogatásokat illeszteni kell az energiapolitikához, de nem szabad, hogy annak szerves része maradjon. Tehát vannak olyan támogatások, amelyeknek az átalakítása már az idei esztendőben meg fog történni, és a korábbi gázár támogatás ősztől kezdve lakásfenntartási támogatásként fog a szociális transferekből, transfereken keresztül biztosításra kerülni. Energiahatékonyság és takarékosság területén lakossági intézményi vállalkozói közlekedési energiafelhasználás csökkentése. Említettem, hogy a lakosságnál egy 30%-os javulás szükséges. Energiahatékonyság növelése termelésben, elosztásban a jelenlegi 33%-os hatékonyság helyett ezen tervezési ciklus végére az 55-60%-os termelési átalakítási hatékonyságot el kellene érni. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor nem tudjuk az uniós kötelezettségeket, vállalásokat sem teljesíteni. Alacsony karbon technológiák kutatására, fejlesztésére van szükség, intelligens mérési rendszerek óvatos tesztelésére és az eredmények figyelembevétele melletti bevezetésére, amely mérsékelheti az energiaigények növekedési ütemét és csökkentheti a lakosság és a közszféra terheit, hogyha megtanulunk az energiával bánni. Másodlagos gazdasági kör kialakításának vizsgálatát is végezzük, amely nem más, mint egy energiakvóta kimunkálása, amely egy óvatos előkészítést igényel, de mindenképpen meg kell vizsgálni, és vannak már olyan nemzetközi tapasztalatok, ahol a lakossági szektor is bevonásra került kisebb programokon keresztül egy ilyen másodlagos gazdasági kör kialakításába. Ennek a vizsgálata kisebb lakossági körökben az elkövetkezendő tervezési időszakban elvégezhetőnek látszik. Közlekedés, olajimport függőség 12%-os csökkentése szükséges, de ez nem biztos, hogy elegendő lesz. Közösségi közlekedési rendszerek helyben termelt megújuló üzemanyagokra történő átállítása, elektromos hajtás részesedésének 15-20%-ra történő emelése a tervezési ciklus végére, közúti áruszállítás elterelése a vasúti és a víziszállítás irányába, ez a 110-1, ez a tulajdonképpen ugyanazon szállítási teljesítmény, ez igénybe vett energia egységet mutatja. A vízi szállításnál egy egység elegendő a közúti szállításhoz képest, és mintegy 10 egységgel lehet teljesíteni vasúton. Alternatív üzemanyag előállítás és közlekedési eszközök fejlesztésének együttes támogatása. Az nagyon fontos. Tehát nem a bioüzemanyag gyártó lobby érdekeit kell alapvetően figyelembe vennünk, hanem az, hogy a megtermelt bioüzemanyagok jelentős része a közösségi közlekedésbe, méretgazdaságosság elvét figyelembe véve, kistérségi szinten kerüljenek előállításra, és ott lehessen bekapcsolni a felhasználás rendszerébe. Megújuló energiaforrásoknál a támogatott, megújuló energia támogatott átvételének diverzifikálása, zöld áram, megújuló hőenergia átvételének és a tisztított biogáznak a közvetlen betáplálását szeretnénk támogatni. Decentralizált, biztos hőpiaccal rendelkező kapcsoltan termelő biogáz és biomassa alapú energiatermelést szeretnénk elősegíteni. Nem úgy, hogy van egy telephelyen, arra támogatással fölépítek egy kapcsolt termelő egységet, aztán a villamos energiát megpróbálom jól eladni a kötelező átvételi rendszerben, a hőenergiát az pedig kiengedem. Tehát ez nem működhet. Egy egészen más irányt fogunk szabni erre a területre. Távhőszolgáltatás műszaki színvonalának javítása, a távhő lefedettség növelése is célként fogalmazódott meg. Az időhorizont második felében napenergia potenciál kihasználása a villamos energiatermelésben. Földgázárak alakulása 2020 környékén jelentős mértékben befolyásolhatják a megújuló energiák térnyerését, de akkor sem egyformán mindegyikét. Hogy látjuk mi 2020-ra az elmozdulást? Geotermikus energiánál elsősorban a hőtermelésnél, hőszivattyú,
napenergia, szélenergia vonatkozásában, lehet elmozdulás biomassa és biogáz vonatkozásában is, hozzávetőlegesen ilyen mértékben. Ott az első pontot most nem említeném meg, mert erre vonatkozóan elég kényes helyzet van. Én azt gondolom ezzel kapcsolatosan, hogy az elkövetkezendő 20 esztendőben alapvető változások következhetnek be a regionális együttműködésben is, és hogyha ott kellő kompromisszumokat lehet majd kialakítani, akkor nem biztos, hogy nekünk közvetlenül azzal az első oszloppal kell majd foglalkoznunk. De ahhoz a nemzetközi viszonyrendszert kell úgy alakítanunk, hogyha szükséges, akkor szivattyús tározós rendszer kialakítására országhatáron kívül úgy kerüljön sor, hogy a számunkra megfelelő biztonsággal történő hozzáférést tegyen lehetővé. Megújuló villamos energia. Tehát alapvetően láthatjuk, hogy a villamos energiában szél, napenergia, biomassa, biogáz. Alapvetően biomassa és szélenergia. Ez a villamos energiára vonatkozik. Energetikai megújuló energia projektek munkaerő igénye. Láthatjuk, hogy a hagyományos energetikánál viszonylag csekély a munkaerő igény. A napenergia hasznosításnál, szolárnál, termálnál valamivel magasabb. A bioüzemanyagoknál, biogáznál, biomassa vonatkozásában nagyobb lehetőség van arra, hogy munkahelyek jöjjenek létre. Szélnél csekélyebb mértékű ez a lehetőség. Ezeket is figyelembe kell venni akkor, amikor tudatos iparpolitikát, kapcsolódó iparpolitikát is szeretnénk fejleszteni, és nem csak kötelezettségeket teljesíteni megújuló vonatkozásban, hanem a lehetőségekkel élni. Alternatív technológiák beruházási költség csökkenését is figyelembe kell venni a 2020-as, illetve a 2030-as pesszimista és optimista változásokkal. Azért azt lehet látni, hogy a fotovillamos rendszereknél, a napkollektoroknál ott jelentős változás következhet, kedvező változás következhet be. Tehát éppen az időtáv második felére azért érdemes nekünk odafigyelni a napenergia hasznosításra, mert a legkisebb költség elvét is tiszteletben tartó körülmények között lehet jelentős mennyiségű energiát majd előállítani. Erről most részleteiben nem beszélnék, hogyha megengedik a megújuló energia hasznosítási cselekvési tervről, annak a gazdasági hatásairól, azok megtalálhatók a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján néhány nap óta, mind a maga 200 akárhány oldalával elérhető, letölthető. Energia stratégia eszközrendszerén belül atomenergia. A paksi első 4 blokk élettartam növelésének végrehajtása az utolsó fázisában van. Atomerőművi kapacitások bővítéséről is meg kell hozni a döntést hamarosan, és a továbbiakban pedig az atomenergia felhasználásának további kutatására is figyelmet kell szentelni, a nukleáris elektrolízisen alapuló hidrogén előállítással történő kombinálás lehetőségét is érdemben meg kell vizsgálni, laboratóriumi körülmények között elég biztató eredmények születtek már. Regionális infrastruktúra hálózatok összekapcsolásáról volt szó, csúcskapacitások közös kiépítését azt még egyszer megemlíteném, hogy az Európai Uniós elnökségi céloknál a 2050-ig tartó dekarbonizációs úti terv és az energiastratégia nemzeti érdekeken alapuló befolyásolására is kísérletet fogunk tenni. Regionális kitekintésben láthatjuk azt, hogy alapvetően a dél-nyugat gázfolyosó, a közép-európai ellátórendszer kapcsolása, mind az olaj, mind a gáz, illetve mind a villamosenergia vonatkozásában érint bennünket. Ebben a szomszédos országokkal, elsősorban a visegrádi négyekkel kell megkötni a megállapodásokat, hogy mind a két irányba, északra és délre is közvetlen kicsatlakozási lehetőségünk legyen,
amely jelentős mértékben tudják javítani a kétoldalú kapcsolatok alakításának a környezetét. Az új kormányzati energetikai intézményrendszerről néhány szó. A szabályozói hitelesség helyreállítása nagyon fontos. Én magam is tudom azt, hogy az elmúlt hónapokban az energiagazdaság szereplői közül nem mindenkinek az elvárásait lehetett teljesíteni. Értelemszerűen egy olyan irányváltást kellett előkészítenünk és elindítanunk, amely a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő lakossági kis vállalkozói szegmens hozta kedvezőbb helyzetbe. Ehhez a forrásokat az első ábrára tessék visszagondolni, a megbomlott egyensúly helyreállítási folyamatát figyelembe véve az energiagazdasági szereplőktől kellett többek között átcsoportosítani. A nyereségességet a lakossági ellátás területén korlátok közé helyezni, hogy az ott meglévő forrásokat, mint kedvezményeket be lehessen csatornázni a fogyasztók, ha úgy tetszik, otthoni kasszájába, és az energiaszegénységet, és ilyen szempontból az energiához való hozzáférés biztonságát számukra is lehessen. Én azt tapasztaltam a tárgyalások során, hogy ugyan a nagy energiaszolgáltatók ennek egyáltalán nem örültek. Ugyanakkor mind az adó átmeneti kivetését, mind pedig az energiaárképzés, gázárképzés új rendszerét tudomásul vették, és igyekeztek alkalmazkodni ehhez a megváltozott helyzethez. Tehát, ha világos célokat tűzünk ki, és azok következetes végrehajtásáról visszaigazolást kapnak a piaci szereplők, akkor van lehetőség új alkuk megkötésére. De az új alkuk megkötése, az új alkuk érvénye és stabilitása attól is függ, hogy a szabályozási környezet átláthatósága az középtávon kialakul-e a mai, mondjuk ki, azért mégiscsak túl bürokratizált, időközönként kaotikus energiaszabályozási rendszer keretében törvények, rendeletek hosszú-hosszú sorát kell felülvizsgálni. A Magyar Energiahivatal jogosítványainak bővítésére van szükség. Ha ezeket a célokat szeretnénk elérni, bővítenünk kell a Magyar Energiahivatal jogosítványait. Nagyon erős iparhatósági szabályozási jogosítványokra van szükség. Én még azt mondom, hogy feladatok, új feladatokkal való kibővítésére is szükség van. És erősíteni kell ezzel együtt, ha ez megtörténik, a függetlenségét, és a Magyar Energia Hivatalnak a legjobb helye a Magyar Országgyűlés mellett lenne. Ugyanúgy, mint a nagy szabályozó hatóságoknak, legyen meg a kellő függetlenség, az állam, az országgyűlés, a kormány pedig a szabályozási környezetet alakítsa úgy, hogy egy ipari szabályozó hatóság azt alkalmazva világos feltételeket tudjon teremteni a szereplők számára. Legyenek azok a gazdasági szereplők, legyenek azok a másik oldalon a fogyasztók. A bürokratikus engedélyezési eljárások egyszerűsítésére van szükség, és a hosszú távú ellátásbiztonság garantálására a meglévő energiamix fokozatos átalakításával, a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok erősítésével. Nagyon fontos az Európai Unió, nagyon fontos a belső energiapiac, nagyon fontos a meglévő hiányos kapcsolati rendszerek összekötése, de legalább ennyire fontos, egy kicsivel még fontosabb a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok erősítése azért, mert világosan mutatták az előrejelzések, hogy 2030-ra sem lehet oly mértékben megváltoztatni
a primér energia mixet, hogy ne szorulna az ország importra, akár az atomenergia, akár pedig a földgáz vagy a kőolaj használat vonatkozásában. Az átállás energiastratégiáját készítjük elő a következő 20 esztendőre. Ehhez várnánk a nemzeti ügyek mellett elkötelezett energetikával foglalkozó és abban tapasztalatot szerzett közösségnek az együttműködését is. Arra kérnénk a társulatot, hogy amikor néhány hét múlva az első, de a kormány által már megvizsgált és alapjaiban elfogadott nyers stratégiával megjelenünk, és szakmai vitát kezdeményezünk, akkor abban vegyenek részt. A most ismertetett vázlat, az tulajdonképpen ennek az energia stratégiának a legfontosabb elemeit és irányát magában foglalja. Tehát mielőtt készhez kapnák írásos formában is, már most ez alapján lehetőségük van arra, hogy elkezdjenek gondolkodni, hogy ez az irány, ez elfogadható-e, kellőképpen ambíciózus-e, értelemszerűen aki a közlekedéshez kapcsolódik, aki a hőtermeléshez vagy a villamosenergia termeléshez, az egészen máshogy látja. Egészen máshogy látja az, aki az innovációban, a kutatásban van, más az, aki az installációban, egészen más, aki a gazdasági hasznok szedésének az oldalán áll, és egészen másként látja az, aki fogyasztóként, akár vállalkozóként, akár pedig magánfogyasztóként, lakossági fogyasztóként jelenik meg a piacon. Én a sok hasznos konzultációt, azokat a részanyagokat, amelyekbe betekintést nyerni engedtek számomra, azt köszönöm, és a türelmeket is köszönöm, hogy ilyen hosszasan, ilyen mostoha körülmények között, de nem lebecsülve az akadémia szellemi kapacitását, mondom azt, hogy ellensúlyozva az akadémia dísztermének a környezetét, ezzel a tudással és ezzel a tapasztalattal voltak szívesek engem egy fiatalabb nemzedékhez tartozót figyelmükkel, fegyelmezetten megtisztelni. Köszönöm szépen!